Sziasztok! Újra itt vagyunk, most kivételesen Mártion. Én Somogyi József vagyok. Kedvelt Mártion, én pedig Badrúj Attila vagyok. Igen, a hódmezővásári ember Balatonja a Mártai holtág. Márté nevét, vagy hát nem is annyira nevét, mert az később alakult ki. 2019-ben Első István adományozta az alavári apátságnak a települést a halászatával együtt. Innen jön aztán később, vagy ebből alakul ki később a név, mert az apátságnak a védőszentje Szent Andró... Hú, várjál? Adriánus mártír. A mártírből népiesen jött később a Márté szó kifejezés. Meg fogunk ma látogatni, ha szerencsénk van, és beengednek egy szélmalmot, amit szerintem nagyon kevesen tudják, hogy van Mártéon is szélmalom. Így van, tehát igazán sűrűn szoktam kiállni Mártéra, de megmondom őszintén, még én sem kerestem fel. Illetve a templomot, ha sikerül bejutnunk, bár most harangoznak, úgyhogy lehet, hogy el kéne szaladnunk gyorsan. És hát nyilván bejárjuk a holtágat, de bár nem akarunk ennyire kommersz dolgokkal foglalkozni, hogy milyen üdülők, meg milyen strand. Nyilván majd futólagosan, vagy érintőlegesen ezt is fogjuk említeni, de inkább próbálunk, keresünk különlegesebb dolgokat, illetve nyilván az emlékműveket, emlékhelyeket keresünk föl. Illetve az én tervem az, hogy ha járható az út, akkor megpróbálunk átjutni a Boszorkány szigetre, ami egyébként nem is sziget, szerintem, de így hívják, és akkor abból a szemszögből is megmutatni az üdülő területet. Hát izgalmas nap előtt állunk, úgyhogy én már nagyon várom. Úgy van, tartsatok velünk! Éva vagyok, itt lakunk a Mártéi Pében ilyen 40 éve, ahol most vagyunk, ez a Hogy életük legyen alapítvány közösségi háza. Ez egy régi igény miatt jött létre, ami történik. Lelki gyakorlatok, hittanórák, közösségi találkozók, családokat látunk vendégül, közösségeket látunk vendégül. Én itt lelkipásztori kisegítőként dolgozom, de személyiségfejlesztőként is vagyok. Így jönnek ide hozzám párok, akiknek párkapcsolati gondjaik vannak, fiatalok, akik a boldogságot keresik, van ilyen boldogságkereső tréningünk, önismereti tréningek, kommunikációs tréningek. Gyakorlatilag zárójelben ez itt a megbékélés háza. Így van. Pontosan. Köszönöm. A belső szabadság és békekeresésének az otthona.
itt vagyunk a Mártai Hótágban. Már gyülekeznek a strandolók, de azért a létszámból és hogy hol állnak a vízbe, gyakorlatilag csak bokáig, így sejthető, hogy még azért fürdőzésre nem alkalmas a víz. És amit én látok, jön felfele a víz, tehát lehetően a tanösvényen, illetve majd megkísérünk bejutni a pallósoron, valószínűleg már víz fog állni. De hoztunk gumicsizmát, úgyhogy talán nem fogja a kedvünket szedni a vízbe mászkálás. Nos, időrendben hol jártunk eddig? Sikerült bejutnunk a templomba, holott egész héten hívogattuk őket, nem sikerült elérni, viszont személyesen nagyon kedvesen fogadtak bennünket és körbevezettek, mindent le tudtunk videózni. Hát sajnálattal ugye beharangoztuk a malmot, is megtaláltuk és az utat is hozzá, de sajnos nem kaptuk meg az engedélyt, hogy közzé tegyük, ugyanis felújítási munkálatok folynak, és jelen pillanatban is küzdenek a turistákkal, félnek, hogy esetleg szögbe lépnek, bármilyen sérülés érheti őket a helyszínen, úgyhogy azt nem tudjuk megmutatni. Viszont Holtágba jövet, megálltunk a Boldogasszony házacskájánál, amit Makovec Imre tervezett még 2000-ben és 2019-ben adták át. Illetve a festők tombjáról is készítettünk néhány felvételt nektek. Igen, ahol nem tudom pontosan hány emléktáblá, de a táblák gyakorlatilag az itt alkotó festők neveit tartalmazza. Megmutatjuk a Holtágat, utána szaladunk a Tanösvényre.
Itt vagyunk a Mártai vasútállomáson, aminek nincsen nagyobb jelentősége. Csinos kis épület, de igazából egy dolog miatt jöttünk el, hiszen itt valószínűleg a mi korosztályunkbeli fiataloknak van még fiatalabbkori emlékük. Sokat várták itt a haverokkal vagy a barátnőkkel a vonatot hazafelé vásárhelyre. Előtte meg egy jó csöröztek Mártőn, eltöltöttek egy kellemes napot, úgyhogy itt biztosan sok-sok, nagyon sok emlék gyűlt össze. Nekem is van egy pár, sőt ezen a kis utcán is, ugye édesanyámmal gyerekkoromban itt vagy százszor végigmentünk a strand felé, strand irányába. Neked Attila, van itt valami emléked, vagy te hát én megmondom őszintén, hogy én leggyakrabban ugye kerékpárral szoktam kijönni, tehát én maximum ideig is kijöttem, hogy csak kerékpárral körülnézi, de az olyan jellegű emlék, mint ami neked Józsi van, olyan, olyan nekem nincsen. A legnagyszerűbb kaland szerintem a padlósoron bemenni a tanösvényen. Az életiszáig nem mentünk el, az időnk rövidsége véget. Járható. Hétvégén, amikor ezt a videót néztek, már nem biztos, hogy gyümcsizmával át lehet menni. De ellenben, akkor megy lefelé a víz, azért egy élménynek jó. Persze mindenki csak saját felelősségre vállal, mert a padlósor az nem a legjobb állapotban. Van olyan része, ahol elengedte teljesen a szög, és így feljött a víz tetejére. És akkor így rá kell lépni, és akkor visszasüllyed, úgy lehet átjönni rajta, egészen izgalmas volt. Megnéztük természetesen a kultúrházat, a faluházat. Ott most jelenleg véradás van, úgyhogy nem tudtunk annyira belemélyedni a videózásba, a fotózásba, mert ugye ilyenkor nem szabad. De a szerintem Csongrád megye legkülönlegesebb mennyezete található itt, a csillagképek megformázzák, illetve hát az izzók, a világítás megformázzák a csillagképet a mennyezetem. Saját meglátásom szerint kívülről is látványos, csinos épület, érdemes megállni és akár egy videófelvételt vagy fotót készíteni, ha kívülről, akkor kívülről, mert így is szép. Illetve természetesen megnéztük a, hát azért a holtágat is kicsit tüzetesebben visszafele jövet. Sokan már horgásznak, nagyon szép tiszta a víz, egészen fantasztikus, és az országzászlót, illetve a Székely kaput a parkkal együtt. Sajnos ez a mai nap ez egy kicsit olyan fura volt, itt a vasúton se szabadott már bejebb mennünk, ott se szabad videózni. A szélmalmot se tudtuk megmutatni, mert elzárkóztak. Igen. De azért reméljük sikeres volt az utunk, illetve a videó tetszeni és fog. Hát, szerintem én azt gondolom, sikerült olyat, mutatni is a videóba. Illetve, ha itt a végén nézitek, ugye, amit már kevesebben ismertek, illetve nem a szokásos, kimenjünk a holtákhoz, megisztunk egy sört, üdítőt, mikor mit is. Megmutattuk a Makovec házat is tényleg, az is a holtággal szemben van, a stranddal szemben. Lehet, igen, hogy sokan nem is tudják, hogy az, az ezt a Makovec házban. Szerintem sokan nem is tudják, hogy az a híres építészé volt, igen. Igen. És amit szintén nem tudtunk megmutatni, pedig ezt nagyon szerettem volna, hogy a Boszorkány szigetről kitekinteni az üdülő terület felé, de hát egyszerűen elmúlt 10 nap esőzése, ez teljesen meghiúsította ezt a terméket. Nem adtuk fel. Nem adtuk fel, mert eldöntöttük, hogy egy külön adást fogunk szentelni, hogy elmessünk a holtág azon végére, amit valószínűleg nagyon kevesen láttak még eddig, hiszen azért csónakkal eléggé messzire van, húzós, nagy teljesítmény lenne. Úgyhogy mihelyest szárad egy kicsit a talaj, akkor elmegyünk és megmutatjuk nektek, hogy néz ki a holtág másik vége. Tartsatok velünk legközelebb is. Kicsit szomorúan búcsúzunk, csalódottak vagyunk, de egyébként roppant élveztük, és reméljük, hogy fogjátok ti is, de igyekszünk pótolni a hiányosságokat, amiket most nem engedtek meg. Na, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!